áldás, békesség. Minden időben. Isten igéjét olvasom fel Mózes első könyvéből, a 31. fejezetből, az 51. versszaktól. Ezt olvassuk, ezt mondta Lábán Jákobnak: itt van ez a kőrakás és a szent oszlop, amelyet közém és te közéd emeltem. Tanú ez a kőrakás, és tanú ez a szent oszlop, hogy sem én nem megyek át e kőrakás mellett te hozzád, sem te nem jössz át e kőrakás és a szent oszlop mellett én hozzám ártó szándékkal. Amen. Tulajdonképpen egy határállomásnak a kijelöléséről van szó. Arról van szó, hogy egy oszlopot tesznek, csinálnak, és azt mondják, hogy innentől kezdve ez lesz Lábán és Jákob között az a határ, amit nem lehet átlépni ezen túl csak úgy, csak akkor, hogyha nem ártó szándékkal megyünk oda a másikhoz. Hát ha már a határállomás, én szeretnék fölidézni néhány határállomásos élményt. Szerintem mindnyájunknak van ilyen, aki csak volt a határon túli testvéreknél, vagy aki határon túlról származik, hát annak alapvető, de aki járta erre, az tudja, hogy miről beszélek. A 80-as években sokat jártunk Erdélyben, én is gyerekként még ebből valamennyit elkaptam, hát azok szörnyűséges, életveszélyes határátmenetek voltak, hosszas várakozással, mindenféle gyötrésre. Aztán a 90-es évek elejéből, az erdélyi utakból arra emlékszem, hogy volt olyan, hogy 16 órát kellett állni, mert aki nem adott be 1000 forintot a román határállomásra, az nem mehetett át. Magyarul a határőrség, a katonaság, a mi adónkból fizetett vámosok arra használták fel a hatalmukat, hogy kirabolják az utoljárókat. Fegyveres útonállásról van szó, ez elég bátran ki lehet mondani, hogy ez történt. Aztán mostani kárpátaljai élményeket szeretnék fölidézni. Kárpátalján vannak barátaink, és egy évben egyszer, kétszer, háromszor szoktunk menni a határon, meg hát halljuk a történeteiket. Ugye gyötrés van oda is és vissza is. Odafelé az ukrán határőrök húzzák az időt, még mindig jobb, mint Kelet-Ukrajnában fronton lenni, ugye Oroszországgal szemben, inkább itt üdögélnek a határon, és mindenfélét kitalálnak, tizen csinálják egynek a munkáját, és így tovább. De a magyar oldal sem marad adós. Sok kárpátaljai magyar testvérünk, aki ott él a határ mentén, átjár dolgozni, őket meg szépen a magyarországi oldal vegzálja, minthogyha nem is tudom, milyen határátlépők lennének, és nem munkába menő emberek. Hát, kedves testvérek, azért foglaltam össze ezt a néhány dolgot, azért utaltam erre a néhány élményre, amely hát szerintem elég sokunknak megvan és ismerős, hogy kifejezzem a különbséget a között, amiket elmeséltem, és a között, amit felolvastam. Hát tessék megnézni, úgy is lehet határt felállítani, hogy felállítom a kőrakást, és azt mondom, hogy nem fogok emellett elmenni ártó szándékkal feléd. Meg úgy is lehet határt csinálni, ahogy ezek a határok voltak, amit elmeséltem. Amik arra vannak, hogy az embert meggyötörjék, amik arra vannak, hogy megakadályozzák az egymással való találkozást, amik arra vannak, hogy a helyzetükből előnyt kovácsoljanak és kiraboljanak bennünket útközben, lelkileg, anyagilag, mindenhogy. Óriási különbség van a kettő között. Márpedig határokra szükség van. Lábán és Jákob nem véletlen húzta meg ezt a határt, ott elolvashatjuk a történetet, eljött ez a pillanat, amikor szükség volt erre. A körülöttünk lévő népekkel, Trianon 100 éves évfordulója után vagyunk néhány héttel, a körülöttünk lévő népekkel nem fogunk tudni megegyezni határ nélkül. Szükség van arra, hogy ki legyen szövekelve, hogy innentől idáig vagyok én, és onnantól jössz te. Csak az a kérdés, hogy hogyan van kicövekelve a határ. A határt 100 évvel ezelőtt annak idején úgy tették oda, hogy erővel, nem figyelembe véve a valóságot, a magyarságnak a hátrányára. A határ most is itt van, és hogyha nem lenne ez a határ, akkor én azt hiszem, hogy nagyon hamar egymásnak esnénk. Olyan sérelmeink vannak nekünk magyaroknak 100 éve egyfolytában. Sérelmei vannak a minket megemészteni nem tudó körülöttünk lévő népeknek is. Ha a határ nem lenne, akkor bizony a kőrakást elhagynánk ártó szándékkal, és nem úgy, ahogy itt le volt írva, hogy amikor a másikhoz mész, akkor ne legyen benned ártó szándék. Ezek a határok most szétválasztanak bennünket erővel, de hogyha az erő elmenne fölüle, a megegyezés, az, hogy látjuk, hogy együtt most még mégis jobb, többé-kevésbé, akkor egy pillanat alatt hamar káoszba fulladna minden. Hát, kedves testvérek, ki lehet-e alakítani olyan határt, ami megvan két nép között, mert szükséges, hogy ott legyen az a határ,
De úgy lehet-e lerakni azt a határt, hogy én tudjam, hogy odáig érek, és a másik is odáig ér, és amikor egymáshoz elmegyünk, mert muszáj kapcsolatban legyünk egymással, mert muszáj ide-oda menni, mert ez az életnek a rendje, akkor ne ártó szándékkal menjek, hanem elfogadjam azt, hogy ő odáig tart, én meg idáig tartok. És most tovább viszem ezt a dolgot, el lehet-e ezt érni emberek között? Olyan sokszor nem érzékeljük a határainkat. Olyan sokszor, amikor odaérünk a másik embernek a határára, akkor azt a kőrakást úgy hagyjuk el, hogy igenis ártó szándék van bennünk. Én azt hiszem, hogy ez most a legnagyobb és legnehezebb feladatainknak az egyike. A hétköznapokban ez mindig is megvolt, és mindig is megadatik az életünkben, a mindennapi kapcsolatainkban. De bizony ez egy nemzeti kérdés is. Úgy megtalálni a határt, hogy amikor odaérek, akkor ne az ártó szándék jusson eszembe, hanem az a szentsége, hogy Lábán megszólítja Jákobot, hogy tudom, hogy Isten adta ezt nekünk, tudom, hogy Isten megadta nekünk a lehetőségét annak, hogy ne ártsunk egymásnak minden áron. Egy kicsit később, ha tovább olvastuk volna ezt a részt, eljutunk a 32. 33. fejezetig, ahol Ézsau megbékél Jákobbal, és ott is ehhez hasonló gondolatokat olvashatunk, hogy Ézsau talán nem is tudja pontosan, hogy milyen nagy dolog az, hogy nem támad rá a testvérére, Jákobra. És akkor ezt olvassuk, hogy Jákob Isten arcát látja meg Ézsauban. Meglátja azt, hogy a másiknak az Isten olyan lehetőséget adott az ő szent lelke által, hogy meg tudjunk egyezni egymással, még akkor is, hogy az a másik nem is tud róla. De mégis elfogadom, hogy a saját küldetésemben az a másik, aki egyébként az ellenfelem vagy az ellenségem, még az is hozzájárulhat a saját küldetésemnek a végigvívéséhez. Van Istentől küldetésünk, nem is akarjuk elengedni a magyarságnak a küldetését, se a magunk küldetéseit a mindennapokban, de ehhez olyan határokat kell építsünk, hogy amikor azok mellett elmegyünk, akkor ne legyünk ártó szándékkal a másik felé. Adja meg Isten, hogy ezt meg tudjuk cselekedni. Minden időben. Áldás, békesség.